egy kialakított arborétumi rész is. A Károlyiak hozták létre 1888-ban, pont azért, hogy minél kényelmesebben és jobban tudjanak itt vadászni és kirándulni, mert abban az időszakban főként a férfiak kirándulása a vadászat volt, de nem akarták az erdőt lerobolni, a Károly egy nagyon jó gazdálkodó ember volt, és igazából pont azért is hozta létre a vadasparkot, hogy megfelelően szinten tudja tartani az állatállományt. Ez a vadaspark soha nem szűnt meg, a Károlyiak kezéből a mezőföldi vadgazdasághoz, majd később a vadexhez került, most is komoly vadgazdaság folyik rajta. Az összes nagy vad megtalálható a területen, tehát szarvas, vaddisznó, őz, és a Fehérvár csurgó területére jellemző szikaszarvas is megtalálható ezen a területen. Nem valószínű, hogy mi most fogunk vele találkozni, de ha igen, akkor szerencsénk van. A szikaszarvas az körülbelül az igazi szarvas és az ősz közötti félúti álló nagyságú. Tehát, hogy nincs olyan nagy, mint egy igazi szarvas, és nincs olyan kicsi, mint egy ősz, így tudnám elmondani. És a bundázata is egy icipicit jobban hasonlít az őzére, mint a szarvasére, tehát picit világosabb. Szerintem legtöbbünk nem tudnám megkülönböztetni, hogy most sima szarvas vagy szikaszarvas. És akkor erre megyünk tovább. Mi sem bizonyítja jobban a ma már elhangzott mondatomat, hogy már a honfoglalás előtt, illetve a honfoglalás alatt, illetve a római korban is éltek itt emberek. Tulajdonképpen az időszámításunk előtti 500 és 660 között is éltek vaskori népek, és erről ezek az úgynevezett halomsírok árulkodnak, amiből ezen a területen 9 darab volt. Sajnos ma már csak 2 van, és az egyik egyébként is fel van dúlva. A másik hetet is tulajdonképpen feldúlták és kirabolták. Amikor erre így fény derült, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum jött ide, és ebben a halomsírban lévő dolgokat a Nemzeti Múzeumban, a Székesfehérvári Múzeumban lehet megtekinteni, és ez az egyetlen egy halomsír az, ami tulajdonképpen nincsen megbolygatva és eredeti állapotában van, legalábbis ezt mondják róla. Az akkori népek, akik itt éltek, olyan temetkezési szokásukkal rendelkeztek, hogy halottaikat elégették, a jobbmódúakat, gazdagabbakat, illetve a vezéreket agyagedénybe helyezték és úgy helyezték a halomsírba, a kevésbé jobbmódúakat pedig csak a hamvaikat oda szórták, betemették őket és utána rábízták a természetre. Egyébként nem csak a halottaikat temették el, hanem mivel a mágián elégetés után, ami megmaradt a ruhájukból, csatokat, tűket, fémeszközöket, gombokat, illetve a férfiaknak a fegyvereit és a szerszámait is eltemették. Jellemzően 7 méter magasak és 30 méter átmérővel rendelkező halomsírok voltak. Itt adok egy pár percet, hogy körbe sétálgassátok. Jó, akinek van kedve, aki nem, az meg itt leföl sétál, hogy ne fázzon. Majd iszik egy pohár.
Akkor mondhatjuk, hogy megérkeztünk ugye a Gajapatak völgyében, illetve mert egy darabon ugye bejöttünk, és akkor ki is ő itt a Gajapatak, aki 90 km hosszan szeli át hazánkat, Vejpusztánál ered, és Bodajkig keletre tart, majd Bodajknál délre fordul, és körülbelül még 20 kilométeren keresztül Székesfehérvár alatt a Sárvízzel egyesülve éri el a Siót. Az átlagos vízhozama az körülbelül, vagy vízmélysége körülbelül 40 centi. Az átlagos vízhozama az olyan 12-15 köbméter per szekundum. A legmagasabb vízhozama, amit mértek, az 29 köbméter per szekundum, az egy tavaszi áradás után volt. Ez körülbelül úgy képzeljétek el, hogy itt nyaldosta a partok szélét a vízhozam, tehát igen, igen erőteljes áradás volt akkor. Nagyjából meg is tudja háromszorozni egyébként a vízhozamát, mivel hogy tulajdonképpen a keleti Bakony egyik legnagyobb pataka, az egyik legtisztább, és elég nagy gyűjtőterülettel rendelkezik, tehát sok, sok apró patakocska folyik a Gajapatakba. Hogy a neve honnan ered, erre van egy monda, miszerint egy boszorkány és egy svajákos osztozott a teljes hosszán. Borbálának hívták a boszorkányt, aki a... Bocsánat. Borbálának hívták a boszorkányt, aki a fönti részét kapta meg, ott a római fürdő és környékét, és Gaja, a vajákos, pedig ezt a részt, és tulajdonképpen férfi voltát tudtam érvényesíteni, miszerint ezért lett Gajapatak. Gaját nagyon szerették a környékbeli emberek, mint Bodajk, Balinka és egyéb településrészek, akár mert hogy minden fűnek és fának ismerte a titkát, és mindemellett pedig abból jött, hogy összegyűjtötte az erdő terméseit, de csak mindig annyit, amennyire neki szüksége volt, vagy a falu népének, és behordta a faluba, kenyére és egyéb dologra cserélte. Egyébként világ életében egyedül élt, itt élt a hegyekben, a sziklaüregekben, és egyedül is halt meg egy októberi napon, állítólag mosolyal az arcán. Tehát ez szerint mondják azt, hogy ez egy Gaja a vajákos után. Sok mindent rejt ez a szurdok. Tulajdonképpen az a vége, ahol majd kifele megyünk, lesz egy tisztrángos tó is. Maga a Gajapatak egyébként horgászható. És hosszát elmondtam, igen.
Jó, és egyébként egy mészkőbe vált völgyben vagyunk, főleg a felső részek, és pont ezért jelentős az, hogy a Gaja még mindig ilyen mennyiségű vízzel tud rendelkezni, mert ugye a mészkő rétegekre jellemzően ugye a környébe szivárog a víz nagyon hamar a felszínről. Na, és akkor arra fogunk tovább haladni, jó? És akkor a következő ilyen ja, és több ilyen hidon fogunk jönni. Majd ott a hátad mögött jövünk le. Valószínűleg. Egy picit közelebb jöttök, aztán majd elengedlek benneteket fotózni. A Gaja patak völgyéhez tartozó újabb mondáról fogok nektek mesélni. Ezt a helyet úgy hívják, hogy az Ádám és Éva fájának helye. Valamikor itt nagyon-nagyon régen kettő darab nagyon öreg tölgy volt, állt rendesen. Volt egy magasabb, öt Ádámnak, és volt egy kicsit kisebb, öt Évának hittek. Sajnos Éva kidőlt, és őnek az ő maradványait már nem is feljártuk meg, és néhány évtizeddel később sajnos az Ádám is villámcsapás következtében tűz miatt kipusztult. Az ő maradványait láthatjátok még itt, és hogy miért is hívták őket Ádámnak és Évának. Volt egy nagyon jó barát, egy fiú és egy lány, akik sokáig Csurgó falujában laktak, de Éva családja elköltözött, hál' Istennek nem túl messzire, csak Balinkára, és ők nagyon szerették egymást, játszani, és megbeszélték, hogy minden szombat délután itt találkoznak, mert ez volt az a pont, ami Csurgóról és Balinkáról is egyforma távolságra volt, és mind a két gyereknek akkora volt ez a távolság, amit meg tudtak tenni. És ez volt az a találkozó és játszóhelyük, és ezért nevezik a mondák szerint, vagy a szájhagyomány szerint Ádám és Éva fájának. Egyébként nagyon sokáig, amíg állt ez a két fa, a szerelmesek fájának is hívták, bár az elmondások szerint ők nem voltak szerelmesek, kisgyerekek voltak. 10 év alatti kisgyerekek voltak. Akkor mi? Valószínűleg nyilván. Na, szóval, hogy... Ez az Ádám Éva a fája és legendája. És egyébként olvastam róla egy mesét, amiben állítólag még a télapó is meghatódott az ő barátságuktól. És ide hozta az ajándékot? Hát az Ádám irányította Csurgóra a télapót. Ja, jó, csak ott oda talált. És ugye a télapó adott egy plusz kesztyűt az Ádámnak, mert hogy nagyon hideg volt, és mondta az Ádám, hogy de ő nem fázik, mert a szeretet meg a barátság az... A végén mégiscsak szerelem volt, ott csak nem mondják.
lehetett. Meg lehet, hogy jártak erre a gyerekek, azt tudom, kicsit összegöldölték. Hát a valamiből. Az a baj, ha tudom, hogy mindenki fotóznak, akkor nem tudom barátom. Kerünk át most a patakon, de azért elmondom, hogy mit tartanak erről a helyről, jó? Megnyugtatlak benneteket, ha átmennénk, se látnánk sok mindent. Mi a Mariannal voltunk ott szeptemberben, ketten alig fértünk el a lukba, de... Nem volt benne semmi. És nem volt benne semmi. Nem volt benne semmi, de azért elmondom, hogy... Többször említettem, hogy ugye mészkő a felső rétege a szurdoknak, így nagyon jól látszik is, illetve az is, hogy üregesedik, és ezt a helyet arról mondják, hogy ugye a betyárok régen ugye ilyen barlangüregekben bújtak el, és a szájhagyomány szerint a Sobri Jóska nevű betyárunk egyszer a pandúrok elől ide bújt el. Jelzem nektek, hogy eléggé kényelmetlen a körülbelül egy ember fér el benne jól, ketten már nagyon szüken vannak benne. De a pandúrok nem fértek be. Jóska már nőt nem vihetett. Na mindegy, személyes valamért. Az a lényeg, hogy ezt a helyet, ha azt halljátok, hogy Csobri Jóska barlangja a Gaja völgyben, igen, akkor ez a hely legyen a szemetek előtt. Ezt tartják arra a helyre, hogy ide bújt el a... És egyébként számtalan ilyen üreg van, egyébként mindegy 30-40 üreget ismernek itt ezekben a kis hegyvonulatokban, ami kíséri a Gaja menti részt. De jellemzően ugye egyszer már megtanultuk, hogy ami 2 méternél mélyebb, azt ugye Magyarországon minden üreget barlangnak hívunk, és minden barlang védett is. Ami annál kisebb, az már, az csak üreg, de ami egyébként barlang. Jó. A területet hírját Varjóvá várnak, és akkor ugye Fehérvár csurga az egyik vége, majd a kilátóból fogjuk látni Balinkát, és ha ezen az úton mennétek, akkor pedig Bodajkra érünk, és ez a terület volt régen, építőtábor volt itt, általában a
a székesfehérvári középiskolák, illetve a budapesti egyetemek hordták ide a diákokat, és itt volt az építőtábor, és általában Balinkára és Fehérvár Csurgóra jártak a gyerekek innen különböző mezőgazdasági munkákat végezni. Ez a terület a Varjúvár. És most szeretném majd ezt kérni, hogy itt lesz egy rövid szakasz, amilyen kis bevezető, és akkor utána fog lenni egy emelkedő. Aki esetleg úgy érzi, lány, hogy bizonytalanabb, akkor társuljon be egy fiú mellé, és egy-két ember előttem, mögöttem is tud menni. Majd nem tudom, Andi, ha úgy gondolod, akkor majd segítek, jó? Nem. Itt megyünk. Nem, sem, nagyon rövid, és éppen akkor felérünk, nagyon szép lesz majd a kilátás, jó? De egy picit... Nehogy kitörjön az üveg. Szóval, hogy aki egy kicsit is bizonytalan, az fiú mellé álljon majd. Andi, jössz velem? Thank you.
még szórakoztatlak benneteket egy kis családi történettel majd. Károlyiakról. Ja, azt hittem az egy családról. Nem szóltál személyes meg. Igen, ott a Dúrfögari Bicsik családról. Igen, igen. Hát az a szólik lehet meg. Vidám anekdotát. Egy előre megtartom. Vidám anekdotát halljunk. Akkor figyeljetek, nyugodtan le lehet ülni, inni, enni, mindent. Megérkeztünk a Károlyi kilátó pihenőhelyéhez. Maga a Károlyi kilátó ott van lenn. Nem lehet eltéveszteni. Aki ott akar enni, az ott teszik, de még mielőtt szétszéledünk egy kicsit, itt adok nektek majd egy ilyen 20-25 percet arra, hogy egyetek figyeltek, fényképezzetek és kilátokon felmenjetek. Azért szeretnék egy-két Károlyi sztorit elmesélni. Tehát, mint mondtam, ugye 1634-ben Károlyi György és Bicsi Karolina kapta meg ezt a területet, nekik 6 gyermekük született. Ebből 5 fiú és 1 lány, de a történelmi források szerint a lány, aki a pálma, ő már valójában csak ugyan Károlyi, de nem az igaz, tehát nem a természetes apukája a Károlyi. Tehát az 5 fiú az Károlyi Györgytől származik. Az első fia Károlyi Gyula, és a második fia Károlyi Viktor tartozott ennek a területnek a megemlítéséhez. Károlyi Gyula volt a legidősebb, akit az édesapja kitagadott a végrendeletéből, és minden vagyonát, így ezt a birtokrészt is Viktorra hagyta, azonban Károlyi Viktor egyes források szerint szerelmi bánatában, illetve elkeserülésében, mások szerint megháborodott elméje miatt öngyilkosságot követett el, és így, mivel a végrendelet esetében nem maradt volna örökös, mivel Viktor örökös nélkül hűtett, fiú örökös nélkül hűtett, ezért Károlyi Gyula, az egyébként kitagadott első számú örökös, kapta meg jogilag a területet, aki azonban, mint mondtam, nagyon jó gazdája volt ennek a területnek, tehát vadasparkot hozott így létre, a Károlyi kastélyt is megfelelően karbantartotta. A különlegesség a két fiúban, illetve inkább Viktorban az, hogy Károlyi Viktor felesége Irma volt, akinek volt egy testvére Tarolta, és Károlyi Viktor mindkét hölgyel érzékeny szálakat pengetett, sőt, sogornőjével is élt itt, miközben Irma felesége Budapesten lakott. Kettőjük házasságából egyébként három lány született. És ahova valószínűleg mai nap, de majd meglátjuk, hogy bírjátok a pusztal és energiával, egy körülbelül hasonló jellegű, az elején kicsit meredekebb és keskenyebb őszínűen juthatnánk fel a vaskeresztet, de azt még el kell mesélnem, hogy igazából a történelmi források szerint Károlyi Viktor a saját dolgozó szobájában fegyver által lett öngyilkos. A monda szerint azonban őrült elmeállapotában és szerelmi bánatában szekerével felhajtott a szemben lévő hegyre. Egyébként a vaskereszttől majd látszik a Károlyi kilátót, tehát arra kell figyelni, mert akkor valószínűleg visszafele is fog látszani most. És hogy onnan ugratott le a szekerében, és a család, a Károlyi család állított egyébként azt a vaskeresztet, ami a mai napig is ott áll. Igen. Jó. Ja, magát a kilátót 2016-ban állítottak, és a kilátó az Károlyi Gyulának állít emléket, a vaskereszt pedig Károlyi Viktornak. Jó. Ja, igen, még egy dolgot Viktorról azt még el szeretném mondani, hogy tulajdonképpen nem temezhették volna el a Károlyi sírboltba a Viktor, mivel ugye az egyház szerint az öngyilkosság pont ugyanolyan gyilkosság, mint egy másik embert megölni. És ezért mondják azt, hogy orvosilag igazolták, hogy elmeháborodott volt, és így, mivel elborult elmével követte, így az egyház feloldozta, és tulajdonképpen sikerült őt a családi sírboltba eltemetni. Úgyhogy mindenki a Károlyi sírboltban nyugszik. És akkor még egy kis sztori a Károlyiakról, ezt tegnap nyomozás közben jöttem rá, hogy nem csak a fiúk voltak ilyen kikapósak, hanem a Károlyi lányok is.
Károlyi lányok is több vasat tartottak a tűzben, hiszen hogyha körülbelül elmozsoljátok magatokba ezt az évszámot, hogy ugye 1800-as évek, 1880-1840, ugye ez gyakorlatilag az 1848-49-es szabadságharc is beleesik, ahol a károlyi lányok előszeretettel alkalmazták bájaikat különböző politikusokkal szemben, illetve hogy minél jobban helyezkedni tudjanak. Úgyhogy két-három olyan károlyi lányról is lehet tudni, akik akár Barcsányi, Széchenyi és Klapka György ugye is folytattak szerelmi viszonyt, és itt össze-vissza születtek mindenféle lányok, vannak olyan károlyi gyermek, akik valójában nem károlyiak, és olyan Vicsi és Dzsesi gyermekük is, akik valójában károlyiak lennének. Ez 18-as karikat. Igen, igen. Ja igen, és ez azért tehetett meg egyébként, mert valóban abban az időben azt mondták, hogy a főurak bármit megtehettek, csak jól kellett tálalni. Tehát sokszor voltak vállások, és például a vállásokat úgy leplezték, hogy valójában nem voltak elválva, de mondjuk a feleségek külföldön, akár Párizsban éltek, vagy Bécsben, miközben a férfiak pedig itthon politizáltak, és ezt ezzel is magyarázták, hogy az ő munkájuk a politika, a birtok ide köti őket, de hát a nőknek hogy bálozzanak Bécsben, meg Párizsban, mert hogy megtehetik. De a valójában ők már akár nem is éltek együtt. Na, és akkor mindenki tényleg bátran sétáljon le, fel a kilátóban. Ja, mögé álljon. Fényképezel, ja, úgy. Ja, hogy az legyen a hát. Ja, jó. Várja még egy kicsit. Így jó. We'll be right back.
ami pontát tudod, hogy tudod, először hogy a kék, kéken, először arra ki kell menned. Kék keresztet, azt követjük. Nem. Most mindenfélén voltunk ma már. Voltunk kék sávon, piros sávon, piros háromszögön, kék kereszten, mindenfélén mindenben. Mindenben mentünk. Ennyi szeretnék! Ajaj! Lenne egy kérésem, és akkor gondolkodjatok, míg a vége megérkezik. Már kicsi a kilométer? Nem, azt hiszem nem. Hanem aki, akinek elég volt, az csak szépen kísérte legyenesen Ákos kíséretében. Te Isten, jóban nézzük el. Aki meg még nem fáradt el és van kedve, az feljöhet velem a Vaskereszthez. Az mennyi? Aki, hát az egy ilyen... Az 5 kilométer. Nem, csak fel kell menni még egy hegyre. Na, szóval azt szeretném kérni, hogy aki úgy gondolja, hogy van még magában erő és szűzla, az álljon erre az oldalra. Megfelejtsd, nem mindegy, mekkora szuvatokat. Aki honnan tudod te? Igen, olyan sok. Jó, akkor amúgy pedig nem érez magam, most most Ákos, gyere ide. Most még ide az Ákos oldalra. Ákos nem akar megfelmenni a Vaskereszthez. Mindegy, felmenni. De neked ki kéne honni az oldalra. Mindenki felmegy. Együtt jöttünk, együtt megyünk! Józsi, csinálunk itt egy csoportképet! Egy kicsit erre felé is nézzetek! Gyere itt a futáskor! Te is megyél! Neki itt tegyet! Tegye fel mindenki a bal lábát! Na, akkor elmondom! Tehát ha ezzel elindultok kifele, csak ezen mentek, elértek a Pisztrángos tóhoz. A Pisztrángos tónál van kedvetek nézelődni és bennünket megvárni, akkor ott is, ott is lehettek, de ha tovább mentek, egyenesen kijöttek a parkolóhoz. Ott vár benneteket a jöjjön. Ákos, te? Megyek fel. Jó, akkor ezen aztán két sávon. De találkozunk. We'll be right back.
Dehogy ne legyen annyira volt a történet, ez az, hogy itt hajtott le a szekerével. A hülye. És ugye ez a kereszt, ezt a károlyak állított tetekével állítottak. Kicsit arrébb sételtek a fáig. Igen, az biztos, hogy van az. Juhi! Jaj, de ügyes vagy, tapsoljuk meg! Széketek! Igen, már ugrok is! Leül! Leül! Azt hittem az elkinek fizet, csak hozom fel! Mondta, hogy benne van a csomagban, úgyhogy följön. Ki fizette? Most nem ugyanott vezet a jelenleg. Ugyanott vezet már? Nem! Azon az unalmas. Én nem megyek vele. Hát nem megyek. Nem megyek. Nem megyünk ugyanott. Nem. Hova nyírán néz most? Egy kör teszünk kettőt az erdőben. Gyere, mert ugyanott. Ne dumálj, amíg van dupla.